A közügyek főtámogatója az OTP Bank. Jó estét kívánok, ez a közügyek, visszatértünk a téli ünnepkör okozta szünidő után. Ettől a naptól kezdve ismét nézhetik a Híradó háttérműsorát, a közügyeket itt a Pannon TV-ben, ahogyan megszokhatták hétköznaponként 18 órától. A mai témáink pedig elégedettség Belgrádban, mármint a Politikum részéről, no nem azért, mert hogy beköszöntött a pravoszláv új év is, hanem két egyéb más fontos téma jelenti az elégedettség okát. Az egyik a szombati szerbiai parlamenti ülés, pontosabban azt, hogy sikerült elfogadni a Koszovóról szóló határozatot, ez lesz az egyik témánk. Másik téma pedig szintén az elégedettséghez kötődik, ez pedig az, hogy arab tulajdonba, arab megművelés alá kerülhet több mezőgazdasági birtok vállalat is itt Szerbiában. Lehet találgatni a 8 birtokból, vállalatból 7 vajdaság területén található. A részletek azonban majd a közügyek végén. Ide várjuk ugyanis Fremond Árpádot, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselőjét, aki ugyebár a mezőgazdaságra szakosodott, és csak a műsor végén tud érkezni, ezért ez a téma lesz ma az utolsónk. Közben persze beszélünk még majd a mezőgazdaságról, egy konferencia sorozat kapcsán interjút láthatnak majd Magyarország illetékes államtitkárával, Budai Gyulával. Beszélünk a szerb új évről is, ezent a költségvetéséről. Ezek a mai témáink, megtalálnak persze bennünket a Facebookon, ezúttal is kezdünk. Elégedett a belgrádi Politikum, mert hogy szombaton egy maratonira nyúlt parlamenti nap után végül sikerült elfogadni méghozzá igen nagy többséggel a Koszovóról szóló határozatot. A szerb államfő úgy fogalmazott, hogy ez a szombati parlamenti nap egy tipikus szerbiai nap volt. Nézzük a hangulatot, illetve a tényeket, a híradó anyaga következik. Változatosan alakul a rendkívüli parlamenti ülés. A félórás késéssel elkezdett ülés első részében Ivica Dačić hosszan beszélt Szerbia lehetőségeiről. Mint elmondta, Szerbia már hosszú évek óta határozatokat hoz és alkotmányt módosít, míg Koszovó folyamatosan a függetlenségét építi. Ez fenntarthatatlanná vált. Našem narodu treba politika sa rezultatom i odgovornost za tu politiku. A ne politika časnih poraza, bitaka koje ne mogu da donesu samo, koje mogu da donesu samo poraz i kolektivno žrtvovanje naroda. A pártok több módosító indítványt is benyújtottak. Az ülést a Demokrata Párt indítványa miatt szakították meg, amelyről a frakcióvezetők külön tárgyaltak. A pártnak a platform egyik szakaszával volt problémája, amely szerint egyes javaslatok egy olyan titkosított iratból származnak, amelyet a kormány fogadott el pár napja. Ebbe beletekinthettek a koszovai szerbek képviselői is, akik azt el is fogadták. Borislav Stefanović, a DP képviselője arra kérte a kormányt, hogy az valljon színt. Da vlada najzad pokaže koja platforma postoji u ovoj zemlji. Da li postoji krnja vladina platforma ili postoji predsjednička platforma? A kormányfő szerint nem két platformról van szó. Viszont az irat teljes nyilvánosságra hozatala a Belgrád és Pristina párbeszédének a megszakadását jelenteni. To da ima neki tajni dokument je potpuno netočno, da ne bi bilo te priče, mi smo spremni da damo na uvid ono što je vlada Republike Srbije usvojila. A demokraták a kormányfő ígéretére visszavonták az indítványukat. Kormányülést is összehívtak a pártok indítványai miatt, amely másfél óra után ért véget. Közben a Liberális Demokrata Párt mellett a Szerbiai Demokrata Párt is bejelentette, hogy nem fogja megszavazni a platformot. A hírek szerint a parlamenti ülés akár éjszakába is nyúlhat. A közügyek vendége pedig Varga László, a Szerbiai Parlament köztársasági képviselője, a Vajdasági Magyar Szövetség színeiben. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát aki nézte a Koszovóról szóló vitát a parlamentben, annak több órás jó szórakozása volt, mert hogy megint felszínre került mindaz, ami évek, évtizedek óta a szerbiai politikában jelen van. Akik nem figyelték az előzményeket, lehet, hogy meglepődtek, mert hogy a VMS is rászavazott, de miért?
Az ember, hogyha visszagondol az elmúlt 10-12 évre, és csak felszínesen végignézi, végigolvassa azokat a parlamenti rezolúciókat, nyilatkozatokat, határozatokat, különböző jellegű jogi dokumentumokat, amely Koszovval kapcsolatban születtek, akkor azt gondolom, hogy egy dolgot állapíthat meg azokkal kapcsolatban, az pedig az, hogy vagy a realitástól való eltávolodást jelentették, vagy a realitással párhuzamosan haladtak, tehát egymás mellett haladtak el a realitás mellett. És akkor most és a realitás volt... útján van a parlament, illetve az állam, ezért szavaztak? Én azt gondolom, hogy ez az első olyan eset az elmúlt 12 évben, amikor helyzetértékelés szempontjából is, és a gyakorlatban megvalósítható célkitűzések szempontjából is egy jóval reálisabb utat kezdett el az államvezetés megpróbálni járni. És hát a dokumentum szövegéből is visszatükröződik ez, de sokkal inkább azokból a nyilatkozatokból, amelyek akár a miniszterelnök, akár a köztársasági elnök szájából a dokumentum elfogadása előtt megjelentek a közvéleményben. Tehát akkor, hogyha jól értem, akkor önök lényegében nem a dokumentumra bólintottak rá, hanem a legfelsőbb vezetésnek arra törekvésére, illetve hát arra a politikai irányvonalra, amit most Dacsics képvisel a nem megszokott mondataival. Nyilván szavazáskor a szövegre bólintottunk rá, ugyanakkor azt látszik most már hetek vagy hónapok óta, hogy Koszovó kérdésében egy jóval jelentősebb bátorság kezd megérni, akár a miniszterelnök, akár a köztársasági elnök úr fejében vagy esetében, mint ami korábban jellemezte ezt az országot, és még egyszer mondom, a dokumentumból is visszatükröződik ez, mert többek között a szerepel a dokumentum, hogy Szerbia további engedmények megtételére készül, ami egyetlen korábbi dokumentumban se volt benne. Szerepel az a dokumentumban, hogy azokat az engedményeket az európai integrációs út tovább folytatása érdekében kész megtenni. Ez se volt jellemző erre az ország, úgyhogy összességében az a politikai közhangulat, amely Koszovóval kapcsolatban jelenleg aktuális, az azt gondolom, hogy sokkal előrebb mutató, mint ez korábban bármikor volt. A parlamenti vitában is elhangzott az a Demokrata Párt képviselőinek megfogalmazásában, hogy maga ez a törekvés inkább szól az európai integrációról, mint a koszovói szerbekről. Ön ezt hogy látja? Ez biztosan így van azzal, hogy nyilván sokkal könnyebb a jelenlegi köztársasági elnök és miniszterelnök úrnak ebben a tekintetben akár engedményeket tenni, akár előre mutató lépéseket tenni, mert őket nem érheti az a vád, hogy ők a szerb nemzeti érdek elárulói lesznek. Korábban az előző 4 éves mandátumban nyilván ez a veszély sokkal erősebben jelen volt a korábbi kormánykoalícióval szemben, úgyhogy az észak-koszovói szerbek reakciójából is egyébként látszik ez, amit kérdésében föltett, mert hogy nem maradott maradéktalan tetszést Észak-Koszovóban ez a dokumentum. Úgyhogy hát összességében, hogyha az ember ezeket a mozaik kockákat végig gondolja, akkor csak azt tudja megállapítani, hogy most talán egy olyan útra, vagy olyan pályára lépett ez a koszovó politika, amely a végén ki tud vezetni ebből az alagútból, amiben most 12 éve már van. Melyek a fő elemek, amelyeket ez a dokumentum tartalmaz? Ugye itt szó van arról, hogy Szerbia hajlandó további engedményeket tenni, az autonómia kérdése szintúgy fontos a koszovói szerbek számára, de mi még, amit esetleg nem olvasott el mindenki? De fontos. Azt gondolom, hogy a lényeg az megjelent a közvéleményben, és nem is annyira a parlamenti határozat, tehát a rezolúció szövege a jelentős, hanem az ahhoz fűzött indoklás, ami valójában a tárgyalási platform. Ebben szerepel egy autonómia modell az észak-koszovói szerbek számára. Ennek vannak, azt gondolom, hogy teljesen irreális elemei, mint például egy önálló rendőrség és önálló igazságszolgáltatási rendszer kialakítása Észak-Koszovóban. Ez már állam az államban, hogyha ezt az politikusokat idézni. És az nem lesz elfogadható, de van nagyon sok olyan eleme ennek a dokumentumnak, amely visszautal az Ahtisaari tervre, arra a tervre, amely alapján kikiáltották Koszovó függetlenségét, és amely terv egyébként számos autonómia elemet tartalmaz az észak-koszovói szerb közösség számára, és nagyon sok
sok pont, vagy sok mondat estében éppen a szaktiszári tervnek az elemei köszöntenek vissza. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség frakció vezetője úgy fogalmazott a Magyar Szónak nyilatkozva, hogy hát azért vannak ebben különféle csavarok, mert hogy éppen az autonómia kapcsán mondta, hogy ha már saját hazájukban élnek a szerbek, hogyha Belgrád továbbra is Szerbia részének tartja Koszovót, akkor hogy követelhet ott az államalkotó nemzet tagjai számára autonómiát, tehát ez egy kicsit illogikátlan. Csak úgy követelhet, hogyha a platform mögött az a gondolatmenet húzódik meg, hogy egyszer ezt a kiinduló pontot, amely most még mindig jellemzi ezt az országot, amely arról szól, hogy Koszovó függetlenségét semmiáron nem ismerjük el, hogy ezen változtatni fog, mert hogy, és erről is nyilatkozott a miniszterelnök úr jó néhányszor, hogy igazából azt cáfolni, vagy megpróbálni megcáfolni, hogy Koszovó valamiféle politikai szubjektivitást nyert el, és a Szerbia elfogadta, ezt lehetetlen, mármint ezt cáfolni. És hogyha ebből indul ki az ember, akkor nyilván ennek a folyamatnak a vége az majd az lesz, hogy akár Szerbia, akár Koszovó esetében a teljes jogú Európai Uniós tagság elérése lesz ennek a folyamatnak a vége, és az lesz az a pillanat, amikor igazából, hogyha sikerül most valamilyen megállapodásra jutni majd ezeken a tárgyalásokon, akkor az Európai Uniós tagság lesz ennek a folyamatnak a vége olyan értelemben, hogy lesz egy Koszovó, mint entitás, az Európai Unió tagja, azon belül valamiféle szerb autonómia, és emellett pedig lesz egy önálló független Szerbia, de olyan országként, amely azon a területen, amely Koszovóhoz tartozik, nem rendelkezik semmiféle szuverenitással. Az, hogy Brüsszel hallgat és mindezt nem kommentálja, az mit jelent? Az azt jelenti, hogy Brüsszel a gyakorlati lépéseket várja, és a január 17-i következő tárgyalási fordulót Hasik Tacsi és Ivica Dacsi között. Mi várható ezen a tárgyaláson az ön meglátása szerint? Mindenképpen pont kell, hogy kerüljön a vám kérdésre, amely még mindig nyitott. Ugye a közös határellenőrzés az elkezdett működni, de a határon fizetett vám és egyéb illetékek kérdése az még nyitott, ez ennek a megoldása várható január 17-én, és valószínűleg megnyílik valamilyen formában a szerb platforma kapcsolatban is az észak-koszovói kérdésnek talán a tárgyalásnak a legeslegeleje. Ivica Dacsics azt mondta, hogy ha kell, akkor Ramos Haradinájjal is tárgyalni fog, amennyiben ő lesz az új, régi új koszovói kormányfő. Szerint a többi politikus ezt is képes lenyelni? Azt gondolom, hogy ha Hasim Tacsival tárgyaló asztalhoz jut, akkor innentől kezdve nem lesz, vagy nem lehet számára elfogadhatatlan koszovói politikus. Persze január 17-én még Hasim Tacsi marad, utána pedig, hogy mi lesz, az nyilván Pristinába dől el. És szombaton is megint napirendre került a lehetséges rendkívüli választásoknak a kérdése, hogy a Demokrata Párt azt mondta módosító indítvány körüli játszadozás kapcsán, hogy hát lényegében rá akartak mutatni az államfő és a miniszterelnök közötti nézetkülönbségekre. Létezik ez ön? Hogyan látja? Az államfő és a kormány között valóban volt a platforma kapcsolatban nézetkülönbség, és ez világosan megjelent a nyilvánosságban is, ők se titkolták. Ugyanakkor a kormányt alkotó pártok esetében ilyen véleménykülönbség nem volt, mert hogy Dacsics miniszterelnök és Hucsics miniszterelnök helyettesek győzték meg az államfőt arról, hogy ez az út, ami a platformban van, hogy ez az egyetlen járható út, úgyhogy innentől kezdve. De hogy lehet meggyőzni az államfőt? Tehát én ezt próbálom elképzelni, hogy Tomislav Nikolicot mivel lehet észérvekkel meggyőzni, vagy pedig hát a szokásos politikai... Azokban a kérdésekben, amiben engedett, és amely kérdésekben visszalépett, azt gondolom, hogy észérvekkel győzték meg, és ez látszott is. El is mondta, hogy az ő számára ez egy még vállalható kompromisszum volt, úgyhogy. De visszatérve a kérdésre, tehát tekintett arra, hogy a kormánykoalíción belül a pártok között, a pártvezetők között semmiféle nézetkülönbség nem volt. Koszovó kérdésében és a platform és a rezolúció kérdésében, ezért nem hiszem, hogy jelen pillanatban bármiféle realitása van a választások írásának, legalábbis a koszovói kérdés miatt. De mondjuk Darkos Árics kapcsán? Ez borzasztóan nehéz megjósolni, vagy előrelátni. Mert nem hiszem, ugye létezik ez a Drogbáról, akit Alekszandr Vucic igencsak elkapna, de ez nem mindenkinek tetszik a kormányt alkotó pártok között, mert hogy Sárit túl sokat tud, például, hogy kiknek juttatott pénzt, nem? Igen, ez biztos, hogy így van, és
ilyen értem biztos, hogy van a felszín mögött, vagy húzódik meg a felszín mögött konfliktus, de nem tudom azt elképzelni, hogy bárki a kormányból, a miniszterelnöktől kezdve különböző minisztereken keresztül nyilvánosan szembe menne egy olyan folyamattal, amely ennek a most már évek óta körözött embernek a letartóztatását jelenteni. Tehát ilyen értem nem tudom elképzelni, hogy konfliktus lenne, vagy legyen nyílt színű konfliktus, mert egyszerűen az, aki ez ellen menne nyilvánosan, az nyilván egy következő választásokon legyenek azok rendkívüliek, vagy rendesek, hát nem számíthatna a lakosság jelentősebb támogatására. Úgyhogy lehet, hogy a háttérbe zajlik, vagy van ilyen konfliktus, de ebből olyan konfliktus nem tudom elképzelni, hogy legyen, hogy azt mondják például a szocialisták, hogy emiatt nem támogatják tovább a kormány működését. A Szerb Haladó Pártnak lenne, vagy lehetne érdeke rendkívüli választások kiírása nyilván a közvélemény kutatási adatok alapján, ugyanakkor a közvélemény kutatási adatok és a választási eredmény az nagyon sok esetben nem fedi egymást, és ezt nagyon sok ország példája bizonyítja, másrészt pedig a választások napja után is föl kell a nap, és az, aki egy ilyen kalandba bocsátkozna bele úgy, hogy most indul el valójában Koszovóval kapcsolatban a tárgyalások legérzékenyebb szakasza, azt gondolom, hogy azért nagy kockázatot válna magára, úgyhogy biztos, hogy sok mindent mérlegelnek, amikor ezt a kérdést mérlegelik. Ha nem történik semmi rendkívüli, akkor még egyszer mondom, nem tartom reálisnak, hogy választásra kerüljön sor az idén. De a haladóknak nincs ambíciójuk vajdaság iránt, amikor az elmúlt hét végén éppen mondjuk a Sáricsi kapcsán is ülésezett a szerbiai haladópárt elnöksége, akkor azt követően olyan nyilatkozatok láttak napvilágot, hogy a párt erősíteni szeretné a pozícióját vajdaságban, és hát én hallottam olyan utalásokat, hogy ez esetleg és a rendkívüli választások emleget Vajdaság kapcsán is lehetséges lenne. Vajdaság az a egyetlen hatalmi szint, ami esetében gyakorlatilag lehetetlen az, hogy a kormány kikényszerítsen előrehozott választásokat, mert a jelenlegi kormánykoalíciónak nincs Vajdaságban semmilyen konstrukcióban többsége. A tartományi kormány, mivel teljesen stabil ezért a tartományi nem kormány. Nem arra gondoltam én, illetve nem erre próbáltam utalni, hanem azzal, hogy rendkívüli választásokat tartanának minden szinten esetleg Szerbiában, hogy azzal a haladó párt esetleg nyerhetne többet Vajdaságban, nem? Nyerhet elméletileg, de nem tarthatóak minden szinten rendkívüli választások. Uh-huh. Tehát a kormány az köztársasági szinten tudna idézőjelbe téve kiprovokálni rendkívüli választásokat. Mert és nem dőlne be többi ettől függetlenül? Ettől nem kell nagy bedőljön, ahogy jelen pillanatban a belgrádi legnagyobb önkormányzatban a politikai hatalom az más összetételű, mint a köztársaságban. Ugyanúgy semmilyen ok nem lenne arra, hogy a vajdasági hatalmi koalíció ne éljen tovább, hogyha köztársasági szinten rendkívüli választásokra kerülne sor. Például 2003-ban rendkívüli választások voltak Szerbiában, és nem voltak rendkívüli választások Vajdaságban sem, és önkormányzati szinten sem. Úgyhogy ilyen értelemben nincs jogi mechanizmus a kormány koalíció kezében, hogy Vajdaságban rendkívüli választásokat kiírását érje el. Persze abban az esetben, hogyha olyan dolgok derülnének ki, például Darkos Árit letartóztatása kapcsán, amelyek olyan mértékben kompromittálnának vezető vajdasági személyiségeket, akkor persze más lenne, vagy lehetne a helyzet, de az nem attól függne, hogy Belgrádban úgy döntenek-e, hogy rendkívüli választásokat írnak ki, hanem egyszerűen, hogyha büntető eljárás olyan irányba haladnának el, akkor lehetne egy ilyen szituáció, de ennek nem hiszem, hogy túl nagy az esélye. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget. Varga Lászlóval, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselőivel az előbb látott interjút a kora délutáni órákban rögzítettük. Nem sokára egy újabb VMS-es köztársasági parlamenti képviselő érkezik majd ide a közügyek stúdiójába, a téma pedig az lesz, hogy arab kézbe került több szerbiai, illetve a 8-ból 7 vajdasági mezőgazdasági birtok, és 3/4 hétre várjuk ide Fremond Árpádot.
Maradunk a mezőgazdaságnál a második blokkban, mert hogy felkészülés az Európai Uniós tagságra a mezőgazdaság területén elnevezéssel tartottak konferenciasorozatot a napokban Bácskos útfalván. A háromnapos rendezvény tapasztalt magyarországi előadók és 40 környékbeli gazda részvételével zajlott. Akkor készült interjú Magyarország vidékfejlesztési minisztériumának parlamenti államtitkárával, Budai Gyulával. Ez következik most. Nekem, mint a MAGOSZ egyik vezetőjének nagyon régi kapcsolatom van a határon túli gazdákkal, tehát az itteni gazdákkal is. 2004-2005 óta folyamatos kapcsolat van a magyar gazdakörök és a határon túli gazdálkodó szervezet között, tehát a kapcsolat az rendszeres. A problémákat is körülbelül ismerjük, hogy mik azok a problémák, amivel az itteni gazdák küzdenek. És én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog, amiért, hogy így mondjam, ez egy ilyen küldetés, hogyha megfogalmazhatnám, hogy az itteni gazdák ne kerüljenek olyan helyzetbe, mint azok a magyar gazdák, akikre 2004-ben hirtelen rászakadt az Európai Unió, olyan dolgokkal találkoztak és szembesültek, amelyeket addig nem tudtak, nem voltak megfelelően fölkészítve. A magyar gazdáknak nem magyarázta senki el, hogy mit jelent a támogatási rendszer, mit jelent az egyszerű kifizetés, mikor mit kell csinálni. Én azt gondolom, hogy ezt az utat ne járja végig senki. A határon túli gazdatársaink ne járják végig. Mi ezért megyünk Erdélybe, ezért megyünk a Felvidékre, ezért megyünk Kárpátaljára, és azért jöttünk ide, hogy ezeket a nagyon fontos információkat elmondjuk. A kollégáim egyébként látszik, hogy milyen területről vannak összeszedve, tehát a közös agrárpolitika elmagyarázásától a kifizetésig, tehát minden területről hoztunk szakembert, aki el fogja mondani az itteni gazdáknak, hogy mire kell készülni, hogyha Szerbia uniós tagállam lesz. Tényként kell kezelni, hogy egy ország, aki belép az Unióba, első körben versenyképességét azzal tudja biztosítani, ha támogatásokat időben oda juttatja a gazdálkodóknak. Ugye az Európai Unióban nem sok van, ami közös. Az agrárpolitika az közös. Azért hívják közös agrárpolitikának. A közös agrárpolitikának pedig az a lényege, hogy az újonnan csatlakozó államokat olyan helyzetbe hozzuk, mint a korábban csatlakozott tagállamok. Egy dán, egy francia, egy holland gazda nem nagyon foglalkozik azzal, hogy mekkora az a támogatási összeg, amelyet kap, mert ők már folyamatosan kapják. Ők már elérték a támogatásoknak a 100%-os szintjét. Egy újonnan belépő tagállamban a gazdáknak viszont nagyon-nagyon fontos, hogy mekkora az a támogatási összeg, amely oda kerül a gazdának a számlájára. Tehát én azt gondolom, hogy a mindenkori kormányoknak a politikai felelőssége, hogy a csatlakozást követően az agráriumban ezeket a pénzügyi feltételeket meg kell teremteni. Mert ennélkül versenyképtelenné válnak a gazdák, és ennélkül az az adott tagállam, az az adott mezőgazdaság nem lesz versenyképes. És ne felejtsük el, most tehát úgy kell elképzelni, hogy az Európai Uniónak a mezőgazdaság egy száguldó vonat. És erre a száguldó vonatra kell föllépni az újonnan csatlakozó tagállamoknak. Föllépni pedig akkor tudnak, hogyha ugyanolyan jó állapotban vannak, mint a korábbiak. És jó állapotban pedig akkor lehet hozni, ha támogatásokat időben oda juttatjuk. Nálunk az volt a baj, amikor csatlakoztunk, az akkori kormány megígérte, aztán megint megígérte, aztán a gazdák azt vették észre, hogy 2005 februárja van, és még mindig nem kapták meg a 2004 évi támogatást. Bocsánatot kérek, hogy versenyezünk így az unió tagjaként a nálunk jóval korábban csatlakozott olasz, holland, francia, spanyol, dán gazdákkal? Lehetetlen. Nagyon sok fontos információt elmondott a pénzügyi háttérről, a gazdáknak a tevékenységéről. Mivel biztatná a mi gazdáinkat, hogy tartsanak ki legalább addig, ameddig az előcsatlakozási tárgyalások megkezdődnek? Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog a föld és a mezőgazdaság szeretete. Ez a vidék egy olyan mezőgazdasági vidék, amely jó adottsággal rendelkezik. Itt vannak az egyik legjobb minőségű földterületek, én azt gondolom. Öntözhetőek ezek a területek. Ha az emberek hozzáteszik azt a szaktudást, amivel rendelkezik, amivel a magyar gazdák mindig rendelkeztek, az egyértelműen összeadódik, és abból az következik, hogy jó minőségű termékeket, akár alapanyagot, akár feldolgozott terméket lehet előállítani. Ezeknek a termékeknek pedig piaca van az Európai Unióban. Tehát én azt gondolom, hogy ha ezeket az adottságokat kihasználjuk, és ezeket a
kultúrákat megőrizzük, akkor az itteni gazdák csak nyerhetnek egy Európai Uniós csatlakozásban. Mi minden határon túli szerzettel közös stratégia alapján dolgozunk. Mi nemzetbe gondolkozunk. Az Európai Unió is egyébként, hogyha így vesszük, az egy gazdasági tér. Tehát ott verseny van. És én azt gondolom, hogy igenis kötelességünk és feladatunk az, hogy a határon túli gazdatársainkat fölkészítsük erre a versenyre. És hogy ebbe a versenybe ők a lehető legjobb állapotban lépjenek föl. A stratégia pedig az, hogy segítséget nyújtsunk nekik, azért vagyunk itt, azért lesznek a további rendezvények, azért voltak a vajdasági civil szervezetek tavaly októberben a lehető legnagyobb létszámban a Vidékfejlesztési Minisztériumban egy konferencián, mert azt gondolom, hogy ez egy kölcsönös dolog. Mi is nagyon sokat tudunk adni, és azt gondolom, hogy mi is tudunk kapni ezektől a gazdáktól. Önigénye a mi feladatunk. OTP Bank. Megbízunk egymásban. Mire jut Zentán az idén a költségvetésből? Ez a kérdés a következő percekben, a közügyek vendége pedig Zenta polgármestere Ceglédi Rudolf. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy itt van. A köztes főcímben úgy írtunk ki, mert hogy a napokban múlt héten csütörtökön tartottak Zentán sajtótájékoztatót a költségvetés kapcsán, és hát ott azt hangsúlyozták, hogy a 881 millió dináros összköltségből inkább prioritásként az adósságtörlesztést és a működtetést képzelik el, mert hogy 2014-ben, azaz a következő évben tiszta lappal szeretnének indulni. Honnan ekkora az adósság, hogy éppen erre kell a legnagyobb hányadát fordítani a költségvetésnek? Hát ez az idejévi költségvetésünk, tehát ahogyan is említette, 881 millió dinár, és hát ebből kell fedeznünk az összes intézményeknek a működését. Annyira tisztába kell lenni az entai költségvetés, az tulajdonképpen magába elég az intézmények működtetésére, tehát mivel zent a sport, oktatási, egészségügyi központ, tehát ezeknek a működtetésére, és hát a fejlesztésekre nagyon kevés pénz jut. A fölhalmozott adósság az pedig, vagy jelentésben is volt, az körülbelül 66 millió dinár, ami különböző nem fizetett számlákba ered, és hát van még egy közadósság. Ezek önkormányzati közigazgatási adósságok, vagy az intézményeik tartoznak ennyivel? Vegyes, tehát itt, hogy nem voltak fizetve távfűtés számlák, különböző bejövő számlák nem lettek letisztázva az elmúlt egy-két évben, és hát ezeket kell rendezni ahhoz, hogy tulajdonképpen 2014-ben tiszta lappa, hogy így mondjam, bírjunk neki vágni az évnek. Na most a költségvetés, amikor állítottuk össze, tulajdonképpen ami vezérelt bennünket, az, hogy azért az adósságot mindenütt eltörlesztjük az idén, a másik az, hogy azért a folyamatosságot megtartsuk, tehát az intézmények tudjanak működni, és az, ami még ugye a maximális takarékosságot, tehát ahogy el is hangzott a sajtótájékoztató, tulajdonképpen a fölhasználói keret is 850 millió, az valamennyivel kevesebb, mint a múlt évi költségvetésben volt. Tehát annak ellenére, hogy egyes tételek növekedtek a javasolt 5%-os fizetésemeléssel, amit erre az évre javasoltak. Tehát ezt más önkormányzatban is így teszik, hogy hát körülbelül az infláció mértékével, hát most már nem azonosan, de egy pici részével megnövelik a fizetéseket, úgyhogy ebben Zenta nem új. A fejlesztéseket szeretném, ha megnéznénk, hogy mégis mire jut. Hát nézze, ahogy említettem, itt tulajdonképpen egy újdonság, lényeges újdonság van a költségvetésben. Ez a helyi közösségek fejlesztésére szánt összeg, ez még eddig nem volt egy költségvetésben se. Itt az entai községi 7 helyi közösség megegyezett abban, hogy
bizonyos arányba felosztják ezt a 35 millió dinárt, mindkezdet elfogadtuk, beépítettük a költségvetésbe, és tulajdonképpen ezekből lesz, ami várható, hogy is hívják, különböző járdák, utak vagy csatornákat építeni. A 66 millió dinár az pedig különböző tételeknél jelenik meg, tehát ugye, hogy van útépítés, de ott még tartozunk a Vojpótnak, azt ki kell fizetni, vannak számlák, távfűtés, tehát azt ki kell fizetni. És amikor ezeket tervezzük, akkor bírunk tulajdonképpen normálisan gondolkozni, hogy tovább fejleszteni ezeken a téren, ezeken a területeken, vagy így mondjam. Minden év végén, illetve az új év kezdetén azt lehet hallani, hogy hát ez az év is nehéz lesz, illetve a következő is nehéz lesz, mert hogy még jobban kell szorítani a nadrágszíjon, és hát a szerbiai költségvetés elfogadása kapcsán azért nem lehetett túl sok optimizmust elvárni az önkormányzatok vezetőitől sem, mert hogy csökkennek a források, amivel rendelkeznek az önkormányzatok. Ez Zenta vonatkozásában mit jelent? Zenta vonatkozásával tulajdonképpen a cégtáblad, a kommunális, tehát a járulékok fizetése az autoregisztrációknál, tehát ezek azok a legnagyobb források, amik megszűntek, ez körülbelül éves szinte egy 14 millió dinár kiesést jelent, amit hát, hogy mondjam, máshonnan pályázatokon, vagy esetleg donációkon, stb. Tudunk majd pótolni, vagy kénytelenek leszünk pótolni. Mire számítanak, kik dotálnak mostanában egy önkormányzatot például? Hát mondjuk a tartományi köztársasági eszközöknél esetleg nemzetközi pályázatokban gondolkozunk. Itten jelenleg is ugye ezen a sportcsarnok épül, vagy a termálkútfúrás, ez tartományi eszközökkel történik, de ugyanúgy vannak mezőgazdasági fejlesztési dolgok, amik szintén, hogy is hívják, tartományi eszközökből, vagy részben, köztársasági eszközökből történnek. Ha már említette a sportcsarnokot, akkor beszéljünk a sportcsarnokról. A múlt héten a Pannon TV stábja, magam is ott voltunk, megnéztük, hogy hol tartanak a munkálatok, de akkor még nem volt olyan túlzott nagy ütemben a munka, mert hogy még a téli ünnepkörben voltunk benne. Hogy milyen folytatásra lehet számítani? Tulajdonképpen a sportcsarnok bezárás, hogy így mondjam, az van folyamatban, tehát a nyílászárók, az üvegfelületek, bádogos munkák, ezek vannak folyamatban. Ezek megtörténnek, utána már belső berendezését az épületnek lehet folytatni. Ugye hát ez a beruházás két forrásból, pénze és a két forrásból történik, az egyik a tartomány nagy beruházás alap, másod pedig a köztársasági építkezés fejlesztési alapból. Hát ahogy érkeznek a pénzeszközök, úgy folytatódnak itt a munkálatok is. Sajnos az elmúlt időszakban voltak elég sok kiesések a pénzelés, tehát nem folyamatosan történt a pénzelés, ez meglátszott, hogy mondjam, szakaszosan haladt az építkezés, és hát bízunk benne, hogy az idén talán itten az ígéreteket betartsák, és akkor be tudjuk fejezni ezt az objektumot. Milyen ígéretük van a tartományi nagyberuházási alap részéről, mert hogy ugye a költségek egy részét ez a vajdasági alap biztosítja, és hát ugye ezt azért is kérdezem, mert hogy a tartományi nagyberuházási alap is azokból a pénzekből gazdálkodik, amit Belgrádtól kapott, meg túl sok jóra nem lehet számítani, legalábbis a gyakorlat, meg hát az előrejelzések is ezt mutatják. Hát mindenkinek a tartomány nagybelső alap igazgatójától van egy ígéretünk, hogy maximálisan prioritást évez az Zentai sportcsarnok, mert hát most már hogy olyan 60-70 százalékban kész levő épületről van szó. A másik maga pénzügyminiszter úr, amikor Zentaira majd a Dinkityúr, ő is kifejtette, hogy minden megtesz annak irányába, hogy ezt az objektumot menni előbb legyen fejletve, tehát a köztársasági eszközökből is igyekeznek juttatni pénzt erre az építkezésre. Az őszi városnapra elkészülhet? Mit gondol? Hát építészetileg igen. Tehát, hogy így mondjam, az igen. A negyedik fázis is, ami ugye a környezetnek a rendezését jelenti. Azokra is a tervek elkészültek, és tulajdonképpen azokat egyeztessük most, hogy ott már egy része föl is van vásárolva a területnek, úgyhogy bizonyos munkátok ott is megkezdtük, tehát a gáz oda van vezetve, villany már oda van vezetve, tehát az infrastruktúrás rendezése is folyamatban van.
Tehát az építkezésre párhuzamosan azok is mennek, azok a dolgok is. És hát ugye nem messze a sportcsarnoktól fúrják a termálkutat, annak az energiáját végső soron a sportcsarnoknak a fűtésére is szeretnék felhasználni. Mi, amikor ott jártunk a múlt héten Zentán, akkor nem forgathattunk, mert hogy oda is kellett volna központi engedélyezzel, nem rendelkeztünk, gondolom nem az önkormányzatét kérték, de ez mennyire folyik jó ütemben ez a munka. Nem sokat láttunk belőle. Ma is az ellenőrző szervvel beszéltem, tehát tulajdonképpen most megy a kútnak a bedolgozás, így mondjam, beüzemelés, a jövő héten azt hiszem megindul, vagy ez hétvégén a próbaszivattyúzás. Egyenlőre az a biztos, hogy ez a 950 méternél találtak azt a vizet, ami főhasználható, ez olyan 60 fok körüli lesz, tehát 60-62 fok. És jelenállás szerint a mai délelőtti beszélgetésünk, amit folytattunk, olyan 15 liter másodpercenként kapacitásra fog üzemelni, ez a kút tud üzemelni. Mi Zent a önkormányzatával, illetve a községgel többször is foglalkoztunk még a téli ünnepek előtti közügyek sorozatban, mert hogy az ottani különféle kisértékű vagy nagyértékű lopásokkal több alkalommal foglalkoztunk a műsorban. Most, hogy a szerbiai parlament is foglalkozott ezzel a kérdéssel, és csökkent a kisértékű lopásoknak a határa, rendeződött-e valamelyest a helyzet? Mit tapasztal? Hát a polgárok reakció, úgy érezzük, hogy a helyzet javult, a rendezéstől még messze állunk. Tehát a helyzet javult, lehet ez annak is köszönve, amit a törvénymódosítás, lehet annak is köszönve, hogy tulajdonképpen mezőőr szolgálta, rendőrség, különböző volontér aktivisták munkájának köszönve ez eredményt hozott. Tehát, hogy így mondjam, ritkábbá váltak ritkábbá a bejelentések, de sajnos nem szűntek meg. Maga a bejelentés a ritkább, vagy maga a lopás a ritkább? Hát én gondolom, hogy lopások száma is csökkenő félben van. Köszönöm, hogy a vendégünk volt. Köszönöm én is a lehetőséget. Beköszöntött az új év, a szernaptár szerint ma van az új év első napja, a híradóanyaga következik. Belgrádban a Szent Száva templom előtt hatalmas tömeg gyűlt össze, hogy gyönyörködjön a hagyományos tűzijátékban. Habár a főtéren nem szerveztek központi rendezvényt, a kávézókban, éttermekben sokan mulattak. Ivica Dačić miniszterelnök a belügyminisztérium terrorelhárítási egységének központjában ünnepelt. Jó kívánságait innen tolmácsolta. Želim svima vama da imate mirnu godinu. Želim celom našem narodu da imamo mir, da imamo ekonomski razvoj i da nam krene bolje na svim poljima. Újvidéken a főtéren 15 ezeren buliztak a Garavi Szokák és más ismert együttesek zenéjére. A tartományi székvárosban hosszú évek óta először szervezik meg a Julianus naptár szerinti új évet. Kragujevácon, Krájevón, Jagodinán és Nizsben is sokan várták a tereken a pravoszláv új évet. Habár alkoholból és petárdából nem volt hiány, nagyobb rendbontásokról nem érkezett. A közügyek vendége pedig Simon Vuletić Viktória néprajzkutató. Jó estét kívánok, köszöntöm Önt nálunk. Mindenki ugye úgy nevezi, hogy szerb karácsony, szerb új év, holott ez nem kizárólag szerb karácsony, szerb új év. Természetesen, hát ez a görög-keleti egyháznak az ünnepe, vagyis a görög-keleti új év, amelyet Oroszországon kívül Moldáviában, Fehér Oroszországban, akkor még rengeteg országban ott keleten ünnepelnek, és lényegében csak itt a kalendárium különbség van, tehát nagyobb különbség nincs a két ünnep között. Mert hogy két hetes eltérés van a két időszámítás között, de miért?
Miért van miért, ez a... Igen, miért él még mindig ez a két hetes ideáltalódás? A keleti egyház úgy tartja, hogy az övéki az ősibb, tehát az eredetibb, és ez szerint ehhez is tartják magukat. Azzal, hogy persze praktikus okokból már lassan minden ország átért a juliános kalendáriumra, de ez ilyen mondjuk hagyományőrző, tehát hogy megünneplik a régi ünnepeket úgy, ahogy elsősorban a juliános kalendárium előtt is volt. Tehát... Miben különböznek a katolikus ünneplési formák, szokások a pravoszlávtól? Hát ez így nagyon... nagyon nehéz megmagyarázni, tehát már magában a szokások, főként olyan népeknél, amelyek mondjuk később lettek urbánus, később urbanizálódtak, ott a népi szokások nagyon sokáig megmaradtak, és akkor van olyan, hogy szinte faluról falról, már vajdaságban is, hogy faluról falról más milyenek, részletekben különböznek, de az, amiben mindegyik egyezik, az, hogy a nagybőjt után, tehát a karácsony napjáig böjtöznek, utána karácsony, tehát ez azután kezdődnek az ünnepek, ugyanazt ünneplik, tehát ilyen szempontból a kereszténység az egy univerzális vallás, és itt nagy különbség nincs. Ami különbség van, az abból adódik, hogy lényegében mit tesznek karácsonyra, hogyan díszítik. A pravoszláv népeknél így megmaradtak egyes szokások, amelyeknek a gyökerei még a kultikus időkből vannak, tehát az ilyen pogány időkből. Például az, hogy nem úgy, mint a katolikusok, hogy a fenyőfát visznek be a lakásba, hanem tölgyfaágat, az úgynevezett bágynyakot, és ahogy cseszlisztát készítenek, tehát egy meghatározott ilyen kultikus kalácsot, akkor, hogy azt a bagnyakot utána el is égetik, tehát ezek azok az alapvetően közös vonások, a többi az pedig attól függően, hogy melyik vidékről származnak azok az emberek. Szilveszterhez, új évhez kötődnek-e külön népszokások? Hát az új évet a szerbek azt úgy nevezik, hogy kis karácsony, és lényegében ez mint mindenhol a 8. napon történik, tehát Krisztus születése után, tehát ez lényegében annak az emléke, hogy ők Krisztus körül megélték, tehát akkor azért kis karácsony, és egyébek között a pravoszlávoknál, meg a görög-keleti vallásoknál ez nagy szent Bazulhoz kötődik, aki egy a 4. századból származó szent volt, és aki ma megalapította a Manaskéreid, az magyarul a szerzetes rendet alapította meg, tehát ő ez egy nagy szent volt, és úgyhogy egyben ez Szent Vazulnak a napja is, Szvéti Vasilije, és ez sok szerb családban egyebek között a szláva is, tehát a családi ünnep, amely akkor egybe van kötve ezzel az új évvárással. Ez a szerbség, illetve a pravoszláv vallások körében mennyire számít most vallási ünnepnek, vagy mennyire nemzeti ünnep, vagy baráti, hogyan alakul? Ez mindenhol úgy történik, hogy lényegében lassan ilyen nemzetőrző szerepe van ezeknek az ünnepeknek. Ez nem újdonság. Mert hogy egyre több helyen maga a zászló is, amely egy nemzet. Ennek a szimbóluma megjelenik. Igen, tudja, ezeket folyamatot, mint egy folyamatot kell nézni, és ha úgy nézzük, hogy például a 80-as években, amikor én egyetemista voltam Belgrádban, akkor mondjuk szinte be volt tiltva az új évvárás, és akkor ez olyan mondjuk rendszerpukasztó volt, tehát akkor az emberek ezt épp azért is azért csinálják, általában kávéházakban mit ünnepelték, énekeltek hozzá, de akkoriban azt nem ünnepelték, tehát nem is lehetett ünnepelni, mint hivatalos ünnepet. Tehát egyrészt ez a retradicionalizmus, ami történik, de ez minden nemzetnél megtörtént, tehát hirtelen is templom látogatók lettek azok is, akik azelőtt nem voltak, tehát ez egybe kötődött valahogy, hogy az emberek, főként a valamikori szocialista országokban, ahol ezt úgy egyrészt a rendszer elnyomta, akkor hirtelen ez volt a módja, hogy egy új identitást találnak az emberek.
És ami mindenkit érdekel, megbosszant, meg egy csomó jelzőt tudnék erre használni, hogy miért kötődnek ezek az ünnepekhez, akár a karácsonyhoz, akár az új évhez, szilveszter éjszakájához a lövöldözések, a túlzott szinte ijeszgetős hangoskodások, mert hogy van belőle bőven. Hát igen, én néha már mikor ezt kérdezik tőlem, ez már megtörtént, hogy a Bruna TV is ilyenkor volt nálam, tehát én már szintén ügyvédnek kellene, hogy legyek néprajzi ügyvédnek. Ez egy szokás, amely egyrészt abból adódik, hogy a balkáni népeknél tényleg volt mindig egy ilyen kultusza a fegyvereknek, de hát ennek van egy praktikus alapja is, hogy el tudja képzelni, hogy a valamikori igen vadon tájakon, mint amilyen mondjuk Hercegovina, vagy Crnogora, vagy szervédes részei, ahol az volt a szokás, hogy a bádnyákért az emberek hajnalba kelnek fel, és akkor a legidősebb, tehát a családapa, a legkisebb fiúval megy bádnyákot vágni, hogy ennek volt egyrészt, hogy puskát kellett vinni, mert hát az ember akkor nem tudta, hogy mivel találkozik össze. Másrészt ezek a már ismert harciasságok, amik történtek, tehát egyszerűen a fegyver az ott kellett, hogy legyen, tehát az embereknél, és akkor ez valahogy, azt hiszem, hogy itt kell mindig egy pár nemzedék, ahogy ezek a szokások lassan elmaradnak. Tehát ez... De a 90-es évek háborúi azok nem járultak hozzá ezeknek a hagyományoknak a tovább éltetéséhez, és most arra gondolok, hogy ugye Szerbia szerte és a környező országokban is túl sok fegyver van a családoknál, amiket hát ilyen-olyan utakon szereztek, és ilyenkor azért előszedik őket. A fegyver azelőtt is volt, én azt hiszem, hogy főként mindazoknál a vidékeken, ahol mondom, Zorda vidékeken élnek az emberek, hogy ez egyszerűen beletartozik, tehát ez egyrészt a férfiasság jele, másrészt ez, tehát ezek olyan társadalmak, ahol valahol fegyver van, tehát nem jelenti, hogy azért agresszívabbak, tehát ezek a fegyverek feltételezem elsősorban azért voltak, hogy az emberek megvédjék magukat. Persze, hogy a háborúk is hozzájárultak ehhez, de azt hiszem, hogy itt mindig van egy téveszme, hogy ez mindenhol szokás. Tehát tudja, hogy mikor 100 ember között egy duronás van, akkor az nagyon elhangzik. Tehát azt hiszem, hogy ez inkább azoknál a mondjuk újkeletű városi lakosoknál van inkább ott van több fegyver, és többet is használják. Azt hiszem, hogy így lassan, ahogy múlik az idő. Én tudom, hogy mennyire ijesztő, és általában az emberek nem szeretik, hogy dövöldöznek körülöttük, de ahogy hallottam, ez a pár év alatt, ami mondjuk már a bádnyák vágásnál is most már sokkal kevesebb fegyver volt. Én feltételezem, hogy maguk a papok is hozzájárulnak, hogy valahogy ezt lassan kiiktatják, de majd idő kell hozzá. Igen. Részünkről megtürelem, akik nem így ünnepelünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kézbe került mezőgazdasági vállalatoktól, illetve hát az azt övező reakcióktól hangos a média. Mint ahogy a műsor elején is említettem, Belgrád és a Politikum ünnepel, ha a mezőgazdászok pedig és más politikusok pedig esetleg tiltakoznak. Részletek nem sokára, innen a közügyekből, előtte azonban a híradó anyaga. Szerbia szerte tiltakoznak a földműves szervezetek, Mladen Dinkić, gazdasági és pénzügyminiszter döntése ellen. Vasárnap ugyanis Abu Dhabiban aláírták azt az előszerződést, amely szerint arab kézbe kerül 8 szerbiai mezőgazdasági vállalat 80%-a. Mintegy 14 ezer hektár kiváló minőségű földterületen gazdálkodnak majd az arabok Szerbiában. A földművesek szerint a politikusok most a vállalatok után a földeket is kiárusítják. Felháborító, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy már nincs mit eladni ebből az országból, az összes gyárakat eladták.
megtartották külföldi privatizációk, külföldi cégeknek és privátoknak, nem maradt más hátra, mint a mezőgazdasági földterületek. Hát ettől féltünk, amiben is következett, sajnálatos módon, hogy megtörtént. Mi volt az oka annak, hogy ezt a világra szóló üzletnek harangozták be? 3 napja televízióban nem látunk mást, akármilyen médián keresztül folyik a hatalmas üzletről szóló hír. Közben, hogyha ezt utána nézünk, akkor igazság szerint ez a szerb földművesnek az átverése. Mladen Dinkić, szerb gazdasági és pénzügyminiszter elmondása szerint az arab befektetés mintegy 200 millió eurót hoz Szerbiának. Ennyit fektetne be az Aldahra vállalat. A vezlad investira 200 millió euró u srpsku poljoprivredu, tako što će 100 millió euró investirati u nove sisteme za navodnjavanje kako bi podigla produktivnost proizvodnje, a s druge strane 100 millió euró će investirati u preuzimanje 80% udela u 8 državnih poljoprivrednih preduzeća, gdje će Republika Srbija ostati sa 20% suvlasnik, tako da ćemo imati zajedničko ulaganje. A témában az egyik bánáti mezőgazdász egyesület vezetője időpontot kért Ivica Dačić kormányfőtől. A bánáti gazdák is osztoznak azon a véleményen, miszerint Szerbia jogtalanul adja el az emírségeknek ezeket a földeket. Elmondták, hogy a mezőgazdasági vállalatok földje jelenleg társadalmi tulajdonban vannak, a társadalmi tulajdon pedig a népet illeti meg. Nem hivatalos értesülések szerint 14 ezer hektár földterület kerülhet arab tulajdonba. Ezekért mindössze 100 millió eurót fizetnek. Ez átlagosan mintegy 7 ezer eurót jelent hektáronként. Ehhez képest Szent Tamáson például 10 ezer eurót fizetnek ekkora területért. Azokon a részeken, ahol csatorna is található, egy hektárért már 20 ezer eurót is adnak. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Arab Emirátusok jó üzletet kötött. A közügyek vendége pedig Fremond Árpád, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője és Nagy Miklós, az Észak-Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének elnöke. Jó estét kívánok mindkettőjüknek. Akkor most az arabok megveszik, bérlik, sokféle információ kering a médiában, mi a pontos? Tehát a képviselőházban semmilyen nemzetközi egyezmény, semmiféle államközi megállapodás nem került ratifikálásra az elmúlt időszakban, és a képviselőházban semmilyen információ nem jutott el erről, hogy pontosan... Mármint hivatalos információ, mert hogy hallani hallottak róla, gondolom. Igen, hallani hallottunk, hiszen én személy szerint beszéltem is, ugye kormányalelnökkel kérdést intéztem felé, és akkor sem kaptam pontos válaszokat, hogy pontosan mire is készülnek, és hát most sem rendelkezünk teljes körű információkkal. Azt lehet elmondani, hogy minden esetre problémás az és aggasztó az, hogy a kormány az tiltakozik és a termelők kizárásával hozta meg ezeket a döntéseket, hiszen emlékezzünk vissza, valamikor az ősz folyamán indult el ez a program, és akkor jelentették be, hogy majd valamit meg szeretnének kötni. Akkor volt egy bizonyos tiltakozás, akkor a termelők kérték azt, hogy találkozzanak a miniszterrel, akkor mi is kérdéseket intéztünk ott a képviselőházban a kormányhoz, és sajnos elég nagy tita kövezte az, hogy mikor kerül sor erre megállapodásra. Akkor azt nyilatkozták, hogy majd bekapcsolnak mindenkit, a termelőket is ismertetni fogják a pontos részleteket, aztán elmondták, hogy a politikum is majd időben lesz informálva. Most meg egyszerre hirtelen ugye megkötöttek egy ilyen előszerződést, és hát ugye együttműködés az már biztos, hogy lesz. Az a kérdés csak, de hogy... De ez így rendben van különben? Tehát mi itt a szerkesztőségben is sokat beszéltünk erről a témáról, és hát azért olyan furcsa, hogy egy miniszter elmegy, megköti a szerződést, parlament hivatalosan semmit nem tud közben, hát nem mondom, hogy fél vajdaságot, de hát 7 mezőgazdasági vállalat vajdaság területéről van a 8 közül, szóval hogy ez így rendben van mind? Ez természetesen nincs rendben, főleg akkor, hogyha minden rendben lenne, akkor úgy érzem, hogy biztos, hogy nem titkolóznának, hanem az információkkal már sokkal előrukkoltak volna. Ezért nekünk az lesz a feladatunk az elkövetkező időszakban, hogy pontos válaszokat kapjunk a különböző kérdéseikre, és hogy tényleg teljes körülön átlássuk ezt a helyzetet, hogy pontosan mi is a szándékuk. Eladni termőföldet nem tud az állam, tehát ez nem lehetséges, amennyiben ilyenre sor kerül, ez törvénytelen, ez biztos. Külföldiek
külön a 2001 óta, 2002 óta a privatizáció során cégeket vásárolhatnak, cég, külföldi cég vehet hazai céget, és hogyha a hazai cég rendelkezik mezőgazdasági területtel, akkor az a mezőgazdasági területen gazdálkodhat, de viszont itt a cég vásárlása történik meg, a termőföld megvásárlása, tehát tulajdonképpen az úgy egybe. Akárhogy is fogalmazzuk azt meg, azért azon a földön végső soron csak is ők fognak gazdálkodni. Azon a területen ők fognak gazdálkodni, és nem mindegy, hogy hány évre fognak ők gazdálkodni, és nem mindegy, és hogy ez a lényeg, nem? De engedjük lesz ez a földterület. Ez csak az egyik része az egész szerződésnek, tehát itt van egy nagy ködösítés az egészben, mert arról volt szó ma délután, amikor ide kaptam a meghívóst, megnéztem, és hogy fönt van a minisztériumnak a weboldalán, nincs még fönt, nem találtuk meg akkor se, de most is néztük, és még nem találtuk meg a szerződésnek a szövegét. Avval a résszel van gond, tehát az, hogy eladtak egy céget, az nem olyan túl nagy gond. A céget el lehet adni, pláne akkor, amikor már 2-3-szor gazdát cserélt, akkor eladják, akinek bírják. Arról a másik 16 ezer hektárról van szó, amelyeket állítólag bérbe fognak venni. Állami földeket, és nem licitáción, hanem fix áron, 250 euró per hektár értékét. De ez így lehet, amennyit én tudok a licitációról. Ugye első körben ezek, mindig ezek ezért tiltakoznak a gazdák. A cégeknél is licitációk voltak, amikor a magánosításra került sor, tehát 2001 után. Tehát ott voltak licitációk, stb. Más kérdés az, hogyha utána a privatizáció nem sikerült, több egyszerre sem, és hogy azokkal mit lehet csinálni, az biztos, hogy az állami földeknél, ami állami tulajdonban van, itt a licitációknál is csak az egy adott kataszteri községben élő mezőgazdasági termelő veheti bérbe ezt a területet, és itten első körben, akik ott élnek abban a kataszteri községben, és komoly licitációk vannak, tehát nem 250 euróért bérel valaki mezőgazdasági termőterületet hektáronként, hanem igenis 500-600, ahogy a bejátszásban is láttuk, 500-600 hektárt is fizetnek a termelők azért, hogy állami földet tudjanak bérbe venni, és hogyha a kormány ugye 250 euróért adott állami földet bérbe, tehát és licitáció nélkül, akkor tulajdonképpen azt kommunikálja a mezőgazdasági termelők felé, hogy nem fontosak a kis és középgazdaságok, hanem még de ezen túl, hogy mit kommunikál a kormány, mit kommunikál az állam ezen keresztül, ez a gyakorlati életben a földművesek, a mezőgazdászok számára mit jelent? Tehát van egy bérlő, aki a töredékét fizeti annak, amit más fizeti. Ugyanúgy használja tehát a földet. Ha azt nézzük, hogy a gazdáknak a helyzetét, abban a pillanatban azok, akik 250 fixáron megkapták a per hektár a földnek a bérletét, azok előnyben vannak azzal képest, aki 500-at vagy 570 eurókat kifizet. És itt egy 16 ezer hektáros területről van szó, ami mondjuk rá Zenta község nagyságú, mert Zenta községben 16-18 ezer hektárnyi föld van, amelyik összesen megművelnek. Amennyiben ez a föld nem ami a földművességnek a kezébe kerül, azt jelenti, hogy ők ennél ezek a földek nélkül már nincs lehetőség bérölni, se nincs lehetőség, akkor ezeket a földeket használni. Odaadtuk egy külföldinek fixáron, és akkor még van a szerződésnek állítólag egy olyan része, amik azt mondja, hogy 10 évig ez az ár garantált, és 10 év múlva fogják majd megnézni, hogy nem változtatnak rajta, de akkor is csak maximum 370 euróra. Jó, de lehetne erre például azt mondani, hogy jó, az itteni gazdák, azok megművelik a földet, kibérlik, megművelik, és ennyi, az arabok pedig befektetnek. Ne haragudjon, ez nagyon rossz hozzáállás. Az itteni gazdák is ugyanúgy befektetnek. Ők se tudnak annélkül megművelni földet, hogy ne fektetnének be. Az, hogy most ehhez a szerződéshez tartozik még, nem tudom, egy x millió eurós befektetés a locsolóberendezésekbe, az benne van, tehát bele lett téve, de ugyanezt a mi gazdáink is ugyanúgy megcsinálják. Ők se tudnak annélkül boldogulni. Ez az ő részükre is, tehát a mostan, a jelen pillanatban ugyanakkor hozzáteszi azt a részt, hogyha egyenrangon tudnának versenyezni, akkor nem tudnának, tehát a gazdák is elfogadnák ezt a helyzetet, hogy az arabok vagy bárki más rájuk licitált. De az, hogy valaki csak úgy a kormánytól megkapja ezeket a földeket, a mi gazdáink, akiket támogatnunk kellene, pedig hozzá se tudnak jutni, ez elfogadhatatlan, és nem is fogunk belenyugodni ebben. Önök mit fognak tenni? Önhöz is ez a kérdés, és ezzel lesz vége. Tehát ugye
Az biztos, hogy most lesz a következő héten valamikor a mezőgazdasági támogatásokra és vidékfejlesztésről szóló törvénytervezetnek a vitája. Ennek kapcsán is különböző módosítási indítványok kapcsán a héten Pásztor Bálint frakcióvezető úrral lesz egy találkozunk a mezőgazdasági miniszterrel, és többek között ez a téma is mindenképpen napirenden fog szerepelni. Szeretnénk válaszokat kapni különböző kérdésekre. Én azt hiszem, hogy a mezőgazdasági termőföld az egy óriási természeti kincs, sehol ma Európában csak úgy nem lehet termőföldet vásárolni. Abban is biztos vagyok, hogy ez a természeti kincs, ez 50, 100, 200 és 500 év múlva is ugyanilyen óriási természeti kincs lesz. Én azt hiszem, hogy nagyon meg kellene gondolni azt az államnak, amikor a külföldieket helyezi előtérbe a hazai befektető és a hazai kis- és középtermelőkkel ellentétben. Gazdaszervezeteknek, az ernyő szervezeti most egyeztetnek, és a napokon belül kiderül, hogy és mennyire és milyen mértékben fogunk részt venni a bármilyen tiltakozásba is, de a parlamenti képviselőuron keresztül és a többi képviselőinkön keresztül is megpróbálunk odahatni, hogy ez a szerződés ne lépjen életbe. Vagy pedig, hogy a mi gazdáink is legalább ugyanilyen helyzetben legyenek, és ők is tudjanak ezekre földekre licitálni. Hát erre valamilyen esélyt ön politikus ismeri azokat, akik erről dönthetnek. Én azt hiszem, hogy a mezőgazdasági miniszter az nem nyilatkozott még ebben a kérdésben. Szeretnénk hallani, hogy mit gondol ő erről az egész együttműködésről, és amennyiben ugye a mezőgazdasági miniszter is vajdaság, én remélem az, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a kis- és középtermelők követeléseit azt előtérbe helyezze. Mindenre lehet megoldást találni, csak akarat kérdése. Ön gondolja, hogy a mezőgazdasági miniszter azt el fogja írni Mladyan Dinkicsnél, hogy ez a pompázatos média kijelentés után a helyszíni tudósításokat követően azt mondja, hogy az egészből nem lesz semmi, vagy legalábbis így nem. Tehát az, hogy a külföldiek befektessenek, ez mindenképp fontos a hazai gazdaságnak is, és nekünk nincsen ellenünk a külföldi befektetőkkel szemben. Viszont azt meg kell nézni, hogy a termőföldjeink az egy egész más történet, és azt hiszem, hogy az, hogy öntöző rendszerekbe befektessenek a külföldiek, akár az arabok, és mi mezőgazdasági termékekbe fizessünk, azt hiszem, hogy ebben nincsen semmilyen kivetni való dolog, de az, hogy használják a termőföldeket, az, hogy elvigyék innen a termékeket, illetve az, hogy a mi kistermelőink nem tudnak versenyképesek lenni velük, ez mindenképpen hatása lesz az itteni gazdákra, és azt hiszem, hogy ezt figyelembe kell venni, és meg kell vizsgálni a különböző részleteit ezeknek a törvényeknek. Folytatjuk majd a napokban akkor a témát. Köszönöm, hogy itt voltak. Köszönöm. Köszönjük. A közügyek főtámogatója az OTP Bank. Már ez volt a közügyek, köszönöm figyelmüket, szép estét mindenkinek!